Az Ambrózia Hastánc csoport invitált a gála rendezvényére különleges egzotikus tánc kedvelőit november 22-én a Béke Hotelbe. Mindannyian bemutatták az év során elsajátított táncaikat és megcsillogtatták gyönyörű ruháikat. Gyerekek, fiatal lányok, de idősebb hölgyek is mind csodásan mutattak a feldíszített színpompás ruhákban. Az Ambrózia Hastánc csoport tagjai mind széles mosolyjal mutatták be táncaikat az összes ereklet közönségnek. A boldogságnak külön oka is volt, hiszen a csoport táncosai győzedelmeskedtek a Székelyudvarhelyen megrendezett Európa versenyen. Ez nem kis teljesítmény, hiszen a csodás táncoknak három fordulón keresztül kellett megmérkőzniük. Számomra hihetetlen nagy dolog történt, ugyanis eljutottunk egy gyönyörű szép versenyre, ahol a Hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal nagyon sokat segített, ami még számomra nagyon fontos, hogy nagyon sokan jelentkeznek ebbe a csoportba, és amire vágyok az az, hogy elismerjenek egy kicsit Hajdúszoboszlón bennünket, mert hogy ez nagyon jó, tehát nagyon szeretik a hölgyek, mint lehetett látni, van egy szenior csapat, ami most alakult, ők még nem léptek fel, csak a nyáron, és ez a változás még történt a csapatomban. A gyerekek azok már jártak régebről, tehát 2010 óta járnak. Ezek a hölgyek, akik szenior, ők rájuk nagyon büszke vagyok, mert van köztük 60 éves hölgy is, aki táncolt. És a fiatalok azok úgy szintén mindig csapódik hozzánk egy-kettő, majd a következő fordulóban őket már lehet látni. A nagyobb létszám, amit most per pillanat láttak, azt én Debrecenben tanultam táncolni, és onnan jöttek most a debreceni hölgyek kicsit segítkezni erre a gálára. Nem kis érdeklődésnek örvend Hajdúszoboszlón a hastánc, egyre több hölgy gondolja úgy, hogy a tápnak ezt a különleges formáját választja. Idén körülbelül 10 újonccal nőtt a csoport létszáma, így a gálán közel 40 ambróziás hölgytáncát lehetett megcsodálni. Nálam csak ilyen van, hogy kezdő és haladó korcsoportok, és ezek osztódnak széllyel versenyszintűre, fellépésszintűre, és aki csak maga hobbiként, mozgás szempontból szeretnek táncolni. A kislányokat először a zene és a színpópás ruhák varázsolják el, majd később a táncformába is beleszeretnek. Meglepően sok apróságot lehetett látni a gálán, akik az idősebbeket megszégyenítő táncokkal kápráztatták el a közönséget. Miért ezt a táncot választottátok, miért nem másra jársz? Mert ez nagyon tetszett. És ki mondta neked, anyukád mesélte erről a táncról, vagy az óvodában láttad? Az óvodában láttam. És mióta jársz táncolni? Már egy éve körülbelül. A csoport eredményes évet zárhat maga mögött, ám az elkövetkező évben még nagyobb célokat tűztek ki.